Műsorunk igaz történeteket dolgoz fel. Személyazonosságuk és becsületük védelmében a szereplők neveit megváltoztattuk. És hogy vagytok? Kordában tartjátok az agressziót? Tényleg komolyan kéne, hogy vegyelek ebben az idióta kis sapkában? Ma nem tűnsz mérgesnek. Még nem. Elég legyen! Nyugi! Most megverjelek? Azt akarod, hogy megverjelek? Vannak szabályaim. Az egyik közülük, hogy nem érhetnek hozzám. Ilyenkor mindig egy kis cselhez folyamodunk. Kellenek a képeim maga! Mit csinál, asszonyom? A behajtók. Ne feledd, ha nem fizetsz, könnyen bajba kerülhetsz. És hogy vagytok? Kordában tartjátok az agressziót? Sehol egy betört ablak, vagy berúgott ajtó? Még nem. Remek, ha nem tűnsz mérgesnek, ez jó. Nos, ma egy piros Mitsubishiért megyünk. Körülbelül először van az utcán, és csaltak a vételekor. Komolyan? 2012-es. Mondta a cég, miféle csalásról volt szó? Igen, már a hitelkérelemnél simlíztek. A cég szerint el akarják lopni a kocsit. Nem fizetni a törlesztő részletet egy dolog. De adatokat hamisítani? Azt hitte, sosem bukik le. Ez az? Igen, ez a cím. A kocsi nem is kicsi. Oké, de stimmel a rendszám? Aha, ez az a cím. Értem, de a rendszám is stimmel. Szerintem ez a kocsi lesz az. Oké, ez az a kocsi, de légy szíves, hívd már fel a nőt, mert zárva vannak a kapuk. Nincs nálam a telóm. Oké, akkor hívom, mi a száma? Mivel zárva volt a kapu, nem tudtunk volna bemenni, de ilyenkor mindig egy kis cselhez folyamodunk. Rebecca? Igen. Ki az? Üdvözlöm, a hitelező cég megbízásából hívom. Épp úton vagyunk a piros Mitsubishiért. Miért vinnék el? Valami nem stimmelt a hitelkérelemnél, és gondoltam, szólok, hogy úton vagyunk, hogy kipakolhassa a kocsit, mire odaérünk. Nem, sajnálom, de nem. Most, hogy megtudta, megyünk a kocsiért. Egyértelmű volt, hogy el akarja rejteni, így besétált a csapdába. Értem, otthon van? Nem. Rendben, nem gond, csak hogy tudja, itt vagyunk a környéken. Akkor később felkeressük. Addig hívja fel a hitelezőt. Rendben. Visszhall! Vedd fel a... Siessünk, ott van. Gyorsan szállj ki és beszélj vele, rendben. Szállj ki. Hello, ön Rebecca? Nincs itthon, mi? Ó, csak nem bekerítettünk. Sajnos nem mész sehová. A kocsiért jöttünk, kérem, adját a kulcsokat. Szedje ki az autóból a holmiát és hívja fel a hitelintézetet, oké? Először is maguk kicsodák, és mégis... A hitelintézet megbízásából jöttünk, és kérem, ne használjon ilyen szavakat, hogy nekünk se kelljen, érti? Vigyék odébb a kocsijukat, jó? Eszünkben sincs. Magánterületen vannak, nincs joguk itt lenni. Tűnjenek el! Ez az autó viszont nem a magáé per pillanat. De igen, nem tudom, hogy mi a fene van a bankkal. Beszélj vele, Lou! Nézze, elmagyarázom. Valami nem stimmel a kérelemmel. De ezt ön legalább olyan jól tudja, mint a bank. Maga hívott az előbb? Igen, én. Pedig azt hazudta, hogy nincs itthon. De nincs harag. Gondolom, a hitelkérelemnél is kitalált valamit, de ez nem az én gondom. Én nem hazudtam a kérelemnél. Értem, mi viszont el kell, hogy vigyük az autót. Akár rendőri segítséggel, ha rákényszerít. Kérem, adja át a kulcsokat. Dehogy hív rendőrt? Fogadunk? Mégis hova akar indulni? Nem egészen értettem, mit akar, amikor elálltuk az útját. De szerencsére Sonyával egy rugóra jár az agyunk. Rendben, Sonya, beülnél a kocsiba, kérlek? Rendben, beülök maga mellé, oké? Ne!
Ó, te rohadt! Meg is van, köszönöm, Sonja. Csak nyugi, Szivi. Ó, a rohadt életbe, kérem a kulcsot! Nem kap! Kiszállni! Kérem a kulcsot! Ez az én kocsim! Fogja a képeit! Az én kocsim! Szálljon ki, érti, vagy én szedem ki az autóból! Sonja! Kérem a kulcsot! Ne nyúljon a képekhez, rengeteg munkám van bennük, ne nyúljon hozzá! Tűnjön el! Hagyjon békén, és ne közelítsen! Rendben, szedje ki őket! Rendben, de maga a mi kocsinkban ül. Az enyém! Nálunk van a kulcs. A megbízás is, hogy elvigyük. Szálljon ki, kérem! Ne! Elhiszem, hogy a művészek érzékenyek. De tök elegem lett a nőből. Menjen, hívja fel a hitelezőit, és holnapra visszakapja a kocsit. Ne szórakozzunk itt tovább. Nem, maguk hívják fel, most azonnal. Én nem hívom fel. Most azonnal, azt mondta most rögtön. Nézze, ne velem veszekedjen. Rendben, akkor majd én felhívom. Maguk dagadt disznók, úgysem csinálnak semmit. Tesó, én kitépem onnan. Elmész te az anyádba. Csak figyelj. Senki nem ér önhöz, de kérem, szálljon már ki a kocsiból. Ha hozzám ér, rendőrt hívok. Rendben, nyugodjon meg, kérem. Tényleg? Sonja. Akkor elrabolnak a kocsival együtt. Nem, mert maga szépen kiszáll. Nem szállok ki. Vigyázzon. Maga veszélyeztet, ezért rendőrt hivatok. Hívja nyugodtan a rendőröket. Hívom is. Maga veszélyeztet. Akkor szálljon ki, jöjjön. Nem. Áú, az istenit! Maga hagyjon már, hagyjon békén! Kár volt hozzám érnie. Kezet emelt a bátyámra. Ez elég ok volt, hogy kiciváljam a hülye libát a kocsiból. Kérem, ne! Nagyon kérem! Hívják fel nekem a bankot! Jöjjön ide, jöjjön! Elmondom, mit kell tennie, rendben? Ha a bank tévedett volna, a nő már réges-rég felhívja őket. Miután látta, hogy nem sokra megy velünk, elkezdi sajnáltatni magát. Fel kell hívnom a bankot, kérem! Rendben, jöjjön, hadd segítsek! Annyit kell tennie. Nézze, hívja fel a bankot. Nem mondom el nekik, mi történt az imént. Tárgyaljon velük, és visszakapja a kocsit, oké? Átkozott hisztérika. Maguk mit keresnek még itt? Kellenek a képeim? Maguk dagadt disznók! Itt van! Mi van ott? Itt van az összes! Srácok, ezért nem kell lassan készülődni. Hé, nyugodjon le, megöli magát! Hé, nem csapkodhatja ezeket az embereket. A kocsi nem a magáé, érti? Adja vissza a kocsimat! Hé, mi van magával? Az az én autóm! Bekattant vagy mi? Ez meg mi volt? Ezek meg ott maradtak. Ezért van, hogy... Na jó, én leléptem. Elég volt ebből. Kezdek ebben az egész terápiásdiban kételkedni. Nekem bevált, de a csapatnak nem igazán. Nagy kihívás ez a számomra. Nem szeretem, ha fenyegetnek. Hozzám senki ne érjen. Most komolyan. Oké. Azért kérdezlek titeket, srácok, mert nektek van igazán szükségetek a terápiára, nem nekem. Neked nem kell terápia, mi? Atyaig, még hogy neked, Freud. Nincs szükségem kezelésre. De igen, Freud. Miattatok járunk a terápiára. Nem. Nekem nincs problémám. Ne sértődj meg, tesó, de ha valakinek ebben az átkozott kocsiban kezelésre van szüksége, az te vagy, kisbarátom. Nem más. Te vagy az. Jaja, Freud! Én nem viccből mondom, hogy Freudnak kezelés kell. Egy hete zúzott meg egy Mustangot, mert felkapta a vizet. Mert ez a tagadás fázisa nála. Igen. Ismerem az ilyet. Pontosan, messze van az igazságtól, mint ide a hold. Érted, tesó? Úgy bizony. Jó, hogy csak én figyelek, hová megyünk. Egy bódért. Feltéve, ha ott van, ahol mondják, de elvileg ott van. Hogy visszük el? Nem tudom. Max a hátunkra kapjuk, és gyalog elhozzuk, vagy... Á, ezért hoztuk Mattet, majd ő cipeli. Napszemüvegárus. Ez valami bódé lesz, vagy mi a vihar lehet.
A megbízó cég egyik kliense két havi törlesztő részlettel tartozik a mozgó bódéért. Ide küldtek minket, hogy visszavegyük. Így néz ki. Mint valami aszott kis törzsi kunyhó. A teteje is olyasmi, mint azoknak szokott lenni. Hé, de itt csak standok vannak. Menj egyenesen tovább. Nézd, az olyasmi, amit keresünk. Hol? Olyan, mint a telódban a kép. Ott van egy. Hol? Pont úgy néz ki. Nem is nagy. Tényleg nem, Froy. Azért kíváncsi vagyok, milyen nehéz lesz. Utálom, amikor nem autóért megyünk. Fele pénz, de ugyanannyi macera. Hello! Hello! Jó a sapid! Egy bizonyos Murphyt keresünk. Én vagyok. Á, remek. Úgy van. Csak megnézem a napszemcsiket. Hát nem szépek. De azok. Nem szeretne egyet? Nem nagyon hordok napszemüveget, de jók. Csak $10 kerülnek. Murphy. Igen. Sajnos el kell keserítenem. Mert? Miért? Nem vásárolni jöttünk. A Cards Unlimited kéri vissza a bódét. Hogy mi? De én megvettem tőlük, miért akarnák vissza? Mert nem fizette ki a vételárát. Mennyiért vette? Mert itt az áll, egy havi részletet sem törlesztett. Részletre vettem, és törlesztettem is. Az összeg mekkora részét? Mikor fizetett utoljára? 6 hónap alatt úgy 3-at, de nem küldtek értesítőt, így gondoltam, oké. Sajnos ez nem így működik. Tényleg komolyan kéne, hogy vegyelek ebben az idióta kis sapkában? Mikor a tag elkezdte birizgálni a sapkám bojtját, veszélyes vizekre evezett. Lehet, hogy ártalmatlannak tűnt a pacák, de ha belépnek valaki személyes terébe, az agresszió, amire pöccennek. Kérem, vegye le a szemüvegeket az állványról, az ön áruja. Kérem, pakolja le, hogy elvihessük a bódét. Nem viszik sehová, ez az én bódém, az enyém. Murphy, nézze. Már megvan a következő szerződésem is. Adok ezért $10, oké? De sem viszed el a bódét, szívecském. Rendben, nézze. És maga sem nagy fiú. Maga sem, hapsikám. Murphy. Ez a bódé az enyém. Figyeljen. A pasas egyre mérgesebb lett, mi pedig nem várhattunk tovább. Próbáljunk kultúráltak maradni. Elkezdem lepakolni a napszemüvegeket, oké? És... oké? Tínés! Ne! Mit művelsz? Ez hogy tetszik, mi? Na mi van? Matt! Ne, hagyd! Vedd le rólam a kezed, ne. Hallod? Cselekedni kellett, de nem kellett volna felborítani a bódét, ahogy Matt tette. Nem akartam, hogy ide fajuljon, de nem tűröm, hogy kezet emeljen bárki egy nőre. A hippi ezzel átlépett egy bizonyos határt. Nyugi! Nyugi! Na, mi van? Tűnés! Hé, mi van veled, haver? Mit csinálsz? Na, mi van? Tönkretettétek az árumat! Állítsátok fel a bódét! Az az enyém! Nem viszitek el! Tűnés innen! Engedd el! Engedd el! Tűnés! Ne, haver, csinálj valamit! Hallod? Tűnjetek innen! Ott lakom! Örvendek! Most szépen odaviszem! Ez az én bódém! Froy, csinálj valamit! Rohadjatok meg, ez az enyém! Tudtam, hogy ilyen ez a fickó. Amint vesztésre állt, nyoma sem volt a béke szeretetnek. Állítsátok fel! Elvihetitek, csak emeld fel! Akkor menj az útból! Na gyere, lássuk! Megvan. Oké, rendben. Na és most mi van, he? Vége van. Anyád! Na gyere, öcsém, gyere csak! Mit csinálsz velem, mi? Mit akarsz tenni? Elviszem a bódét! Tűnés, nőstény! Roy, hé, csinálj már valamit! Szonya, Szonya, hé, nyugi, engedd el! Engedd el! Nyugi, Szonya, nyugi! Ennek a nyomorult hippinek szerencséje, hogy ott volt Froy. Különben megetettem volna vele a tigrises sapkámat. Nem visitek el, haver! Anyám! Nem visitek sehová! Ez az enyém! Én ebből élek! Ez az enyém! Anyádat! A bódét akarom! Nyugodjon meg, kérem! Megvan, Matt! Froy próbált rámenősebb lenni, és ez jól jött, mert amíg lefogta az öreget, én felpakoltam a bódét a platóra. Visszaszerzem! Leütöm ezt a fazont. Egyszer csak megtört. Miért kell nekünk bolondokkal hadakozni?
És miért kell ilyen gagyi vacakokért mászkálnunk kocsik helyett? Nem szívesen veszem el egy öreg ember bódéját, de a szarságait sem vettem be, megérdemelte. Lehettem volna ügyvéd vagy orvos. Erre tessék, itt ülök egy platón. Na, mit szóltok a probléma megoldó képességemhez? Csesszék meg, nekem nem kell. Ha velem nem agresszívek, én sem vagyok az, érted? Pontosan ezt mondom én is. Nem vagyunk mi üdvhadsereg, nem de? Azok, akik nem szakmabeliek, nem értik meg, hogy néha igenis kicsit tökösnek kell lenni. Erőt kell sugározni. Különben átlépnek rajtunk, mint egy kupac trágyán. Egy Chevroletért megyünk, a rendszám. Itt a ház. De ez nem egy Chevy, igaz? Nem, az biztos bent parkol. Tudod mit? Húzzuk fel az ablakokat és zárjuk be a kocsit. Nem hiányzik, hogy ellopja valaki, oké? Freudtól már ellopták egyszer a kocsit. Nem is emlékszem, hogy lett meg. Én nem kockáztatok, pláne ilyen helyen. Jó címre jöttünk, tesó. Ott a kocsi. Stimmel a rendszám. Elnézést, valami gond van? Igen, Tomást keressük. Maga Tomi? Mi kéne? Egy végrehajtó cégtől vagyunk, és a kocsiért jöttünk. Mondom, egy végrehajtó cégtől jöttünk a kocsidért. Tomás már hazament. Na hát, először Tomi, aztán mégsem. Hát döntsük már el. Hazug kis gírnyó. Mi folyik itt? Hello, mi újság? A Chevyért jöttünk. Végrehajtók vagyunk. Végrehajtók? Igen, ismeri... Nem ismer. Ismeri Tomást? Mi folyik itt? Tomás nincs itt, menjenek el, később talán elérik. Épp előadásunk van. És bulizunk. Ha Tomás nincs itt, ez van, de a kocsit elviszem. Jöjjenek vissza holnap. Vidd el ezt a francot, vidd innen! Jó van, gyere, gyere! Gyere csak! Menjetek a fenébe! Tűnjetek el! Rohadt anyátok! Menjetek a francba innen! Jól van, fenyeget, látjátok? Menjetek már el a fenébe, hozzatok el! Menjetek már! Ez valami rossz vicc. Nem tudom, mit hittek, de pár nyomi fákjával engem nem kerget el. Tűnés innen! Nem megyünk sehová a kocsi nélkül. Tom elment! Részegen játszani a tűzzel nagy felelőtlenség. A srác az egész környéket felgyújthatta volna. Jöjjenek vissza holnap, ez magánterület! Nincs meghívójuk a buliba! Tom elment! Ugyan már te vagy, Tomás, te kis nyomorult! Épp bulizunk, semmi joguk itt lenni! Befejeztétek a baromkodást? Égtem már meg, és nem kellemes. A helyzet gyorsan elfajulhatott volna. Tenni kellett valamit, mielőtt valaki megsérül. Menj már innen a francba! Hé, engedj már el! Menj már innen! Befejezted a baromságot? Mi van? Fogd be a pofádat! És szólj nekik is, hogy ők is kussoljanak! Megértetted? Mindenki fogja be a száját! Kuss, és menjetek be! Mondd el nekik, miért jöttünk, gyerünk, mondd el! Nem fizettem ki a kocsit! Mi a franc? Mi a franc van itt? Küld el őket! Menjetek be, menjetek be! Menjetek be a házba! Oké, elengedheted. Kiszedhetjük a kocsiból a cuccot. Általában nem engedem, hogy kiszedjék a vackaikat, ha ilyen bunkók. De ha ez megfékezi a cirkuszt, ám legyen. Rendben, szedje ki a holmikat! Rendben, várjon! Hé, Matt! Kiszedik a cuccokat a kocsiból, addig ne indulj! Na, elég volt, szedje már ki azokat a vackokat! Vissza! Lepdesed, na, lökj meg újra! Balhéker, szétrugom a segged, dagadék! Állj le, haver, nyugalom, hé! Hé! Most megverjelek? Azt szállj akarod, rólam, hogy verjelek meg? Szemét. Menj te a büdös francba! Akkor húzzál le! Na, tűnés! Mindenki húzzon a francba! Hé, ez majdnem megütött! Gyerünk!
Mindenki menjen innen! Elvetitek a súlykot, ez már sok! Ott voltak a haverjai, és fáklyákkal parádéztak. Mégis megszívta, mert a kocsiját elvittük. Hú, ez szép meccs volt. Ez jó volt. Hogy felkentem a falra? Komolyan, ha tovább dühít, feldugom a fáklyát a fenekébe. Hé, Sonja! Jól vagy? Hát, van itt egy kis sebem. Jézus! Ez másodfokú égési sérülés, Sonja. Majd otthon megoldom. Egy fenét, megyünk az ügyeletre. Jaj, hagyd már! Ne tegyél úgy, mintha haldokolnék. Nem halálos szívi, de elfertőződhet, úgyhogy csúsz szépen odébb és elviszlek Dokihoz. Fiúk, hívjátok Fellút, hogy jöjjön ide valaki a lefoglalt kocsiért. Ó, apám. Sonja, legalább adnak egy fájdalomcsillapítót. Ja, persze. Mondom, hogy rendbe jön. Nem értettem, mert mit parázik. Megégtem már rondábban is. Az elmúlt hónapokban Sonjára rálőttek, most pedig megég. Azt hiszi vasember, de egyikünk sem az. És ha így folytatja, rájön, hogy nem jó ezzel viccelni. A magyar változatot a BTI Stúdió készítette.